Andu Zsahárt, ezt ennek nyilván a mentorunk átadja végképp, és nem címet adtuk, vagy nevet adtuk, úgyhogy itt is a fontos a játékosság, a játék, a szín, forma, világ. És nagyon érdekes is, amit Ámzsikál asszony mondott, ezek a gyerekek már nem tudták. Elkezdik, és a szám és a telefonikon végig számolják, hogy igaz ez, ami a táblában. Nagyon a gyerek, és aki érdeklődik, az nem csetel, vagy Facebookozik, megnézi, és a trénert egyszerűen falhoz állítva azt mondja, hogy igen, jó a szám, köszönjük, vagy ez miért annyi a mennyi. Tehát így működik ez a rendszer. A köznevelés szempontjából az a fontos, hogy a gyerekek úgy hagyják el az iskolapadokat, hogy alapvető pénzügyi gazdálkodási ismeretekkel rendelkeznek. Ehhez pedig sok út vezet, mégpedig sok együttes út alkalmazása. Egyik ilyen út az, hogy létrejött ez a központ, amit nagy örömmel veszünk, és nagyon koncentráltan, korszerű módszerekkel a gyerekek számára tetszetős módon tudnak eljutni több ezer gyerekhez, de nem mindenkihez. Ezért más utakat, más eszközöket is alkalmazunk, mert meggyőződésünk, hogyha a fiatalság meg a felnövekvő nemzedék rendelkezik ezekkel az alapvető ismeretekkel, akkor kisebb a valószínűsége, hogy előállnak olyan pénzügyi, gazdasági csődhelyzetek, mint amiből alig tudunk kikecmeregni. A tematikát itt megismerve, itt is azért benne vannak ezek az alapfogalmak, a kamat, a pénzzel való bánás, az eladósodás. Ezek a mindennapi életünk részeivé váltak, az iskolának pedig, az iskolarendszernek pedig kötelessége ezekre az igényekre megfelelő választ adni. Nos, itt nagyon jó válasz született ezekre a kérdésekre. És hogyan tudják kormány ezeket a kezdeményezéseket támogatni? Most például felajánlottam itt a központnak, hogy a minden iskolába eljuttatott köznevelés folyóiraton keresztül népszerűsítse a programot, juttassa el a hírt azokhoz az iskolákhoz is, amelyek eddig esetleg nem találkoztak vele. Azzal, hogy minden eszközt megragadunk mi is annak érdekében, hogy tudatosítsuk a társadalomban, hogy az iskola nem csak arról szól, az az alapja, hogy írni, olvasni, számolni meg kell tanulni, meg történelmet, irodalmat, de bizony az iskolának az is dolga ma már, hogy a modern világ által gerjesztett kívánságokra megfelelő választ adjon. Nos, egy ilyen a gazdasági és pénzügyi ismeretek bevitele a Nemzeti Alaptantervbe, ezt is megtettük, és gondoskodás arról, hogy ezt valóban tanítsák, és az iskolákban mégpedig megfelelően felkészült emberek.